Az elmúlt napokban több jelzést is kaptunk a hegyvidéken, illetve a Normafa környékén túrázóktól, miszerint a gyermekvasút pályája mellett a korábban kijárt kis gyalogösvények nem használhatók, illetve többen is tapasztalták, hogy a világ leghosszabb gyermekek által is irányított vasútvonalán rövidebb távokon közlekedik a szerelvény. A magyarázat egyszerű, az egész vasútvonalat speciális eszközökkel és speciális szakemberek segítségével újítják fel. Októberben pályakarbantartást végzünk a gyermekvasút teljes vonalán, ehhez egy osztrák vágányszabályozó géplánc van a segítségünkre, ami áll egyrészt egy aláverőgépből, ez közlekedik a menet elején, ezen kívül pedig egy ágyazatrendezőgépből, ez mögötte végzi majd a munkát. Ez most 2019 után tért vissza ez a géplánc ide a gyermekvasút vonalára. 2019-ben csak egy 4 kilométeres szakaszon végezte a munkát, de most a teljes vasútvonalra eljut. Mindenféleképpen fontos a vasúti pályán való biztonságos közlekedés érdekében a pálya ilyen szintű karbantartása, de például az utasok számára is érezhetőbbé lesz majd az, hogy egyenletesebben közlekednek majd a vonatok. Illetve egyes szakaszokon korábban kialakult rendellenességet, elváltozásokat is helyrehoznak ezek a jellegű munkagépek. A vasúti pályánál a vízelvezetésben nagyon fontos szerepe van az ágyazatnak, tehát lényegében amit mi külső szemlélőként látunk, az úzott kőnek, illetve annak az elegendő mennyiségének, tehát fontos időnként ezeket pótolni, illetve ilyen nagygépes szabályozás keretében rendezni az ágyazatot is. A gyermekvasút üzemeltetői, vagyis a MÁV munkatársai már jóval korábban előkészítették a felújítást, vagyis minden szükséges kelléket előteremtettek, illetve az egyes pályaszakaszok felújítását megelőzően az elektromos bekötéseket is eltávolították a pályáról. A nyári időszakban és szeptemberben éjszakai munkavégzés keretében, hogy az utasforgalmat ne akadályozzák, már zúzötkő pótlás történt a teljes vasútvonalon. Ezen kívül fontos, hogy a kiránduló utak találkozásánál a teljes vonalon a vasúti átjáró elemeket kibontották, hogy a gép akadálytalanul tudjon haladni, és minden pályaszakaszon elvégezhesse ezt a karbantartást. Így addig a túrázók, illetve utasaink figyelmét, türelmét is kérjük a vágányokon való áthaladásnál. Az Ausztriából ideérkezett speciális gépek, ha szükséges, felemelik, azaz szintbe hozzák a síneket, a talpfák alá tömörítik a kőzuzalékot, és ezzel stabilizálják a pályatestet. A berendezések önsúlya is több mint 40 tonna, így az általuk végigjárt pálya várhatóan jól bírja majd az ennél jóval könnyebb vonatok közlekedését is. A vágányszabályozó géplánc egyébként naponta több mint másfél kilométeres pályaszakaszt tud beszabályozni, illetve kijavítani. Ez a munkagép október 15-éig dolgozik a vasútvonalon, addigra elvileg teljesen végigér a teljes szakaszon. Munkanapokon a vonatközlekedésben annyi változás van, hogy a gép haladástól függően a vonatok rövidebb útvonalon közlekednek. Ezen a héten csütörtökön és pénteken csak Hűvösvölgy és Jánoshegy között, jövő héten kedden pedig Hűvösvölgy és Szépjuhászné között járnak a vonatok. A hétvégi forgalomban nincs változás. És ezen kívül még idén egy párnapos vágányzár keretében a 12. kerületi Konkolytege Miklós úti vasúti átjáró átépítésére is sor kerül majd. Lényegében a vasúti átjáróban elbontják a közúti átkelőt és a vasúti pályát is, és teljesen új vízelvezetést építenek, illetve újraépítik a síneket, és gumielemes átjáró elemeket építenek majd be, ezáltal zökkenőmentesebb lesz a közúton haladók számára is az átkelés. A munkálatok ideje alatt majd egy terelő utat alakítanak ki az átjáró közvetlen közelében, és majd azon zajlik a buszforgalom, illetve a közúti forgalom is. A pálya, illetve az átkelő felújításától függetlenül, de akár annak megünnepléseként is, lesz egy különleges rendezvény a gyermekvasúton a jövő hét végén. Ide vasúttal, autóval vagy gyalog is érkezhetnek, és a szervezők szerint nem fogják megbánni. Ősszel, családi nappal várjuk majd az utasokat, október 19-én szombaton a Hűvösvölgy állomás alatti fogadóparkban változatos családi programokkal készülünk, illetve érdemes egész ősszel ellátogatni a gyermekvasútra, például az őszi szünetben is majd minden nap közlekednek a vonatok.
sokféle gyermekprogrammal készülünk majd, így például a vasút kedvelőknek lesz terepasztal, vonat, szimulátor vagy akár hajtánypálya, de különféle kézműves foglalkozások, illetve színpadi produkciók is lesznek. Információink szerint a már említett színpadi produkciók keretében a Majorka Színház és a Mesélő Bőrönd társulat is fellép, ám a 10 órától 18 óráig tartó családi napon ugrálóvárra, kutyás bemutatóra, óriás társas játékokra és különleges fotózásra is számíthatnak. A legkisebbek ugyanis kis vasutas egyenruhába bújhatnak egy-egy kép erejéig. A családi kvíz legjobbjai pedig értékes nyereményekkel távozhatnak. A Hűvösvölgy Széchenyi hegy közötti személyvonatok egész nap 40-50 percenként indulnak, de akik a hűvösvölgyi programok forgatagában szeretnének csak egy rövidebb utazást tenni, számukra a vonal alsó szakaszán betétjáratokat is indítanak, így Hűvösvölgy és Szépjuhászné között sűrített menetrend szerint 20-30 percenként járnak a vonatok.